Sziasztok, De Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb frissítés áttekintő videó, ugyanis 2023. első 31-én megjelent ez a frissítés, ami szerintem nagyon izgalmas. Ez nekem ma van, de mire feltöltöm, valószínűleg már holnap lesz, szóval nézzétek meg, és hogyha még nem tettétek meg, akkor frissítsétek a játékokat, vagyis hát a játékotokat, mert tök király dolgok érkeztek. Az első újdonság, amit megemlíteni kapásból, az a Medical Variables kategória, ami elérhető a szímeknek a fejénél, illetve azt hiszem a body partoknál. De mindent meg fogunk nézni majd a játékban, hogy hogy néz ki, miután összefoglaltam egy kicsit ezt a frissítést nektek. Kapásból kezdjük az elsővel, ami érkezett, ami... Egy új Hallókészülék, ez minden szín számára elérhető, egészen tipegő kortól, örekkorig, és berakhatjátok a szimetek jobb vagy bal fülébe, de mindkettőbe is, hogyha szeretnétek. Amitök király és 15 különböző színben érkezett. Ezen kívül a Badi kategóriában kiegészítőknél találhatók glükózmonitorokat is vércukorszint mérőket, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, az, hogy a szimetek cukorbeteg lehet, ez szerintem elképesztő, még akkor is, hogyha csak uh, így külsőleg vannak meg ezek a jelek. Kaptunk továbbá egy felsőtesti műtéti sebb helyet, ami a férfi szimek számára elérhető, tínédzser kortól korban felfelé. Kaptunk pár új ruci darabot, egy um, Tank topot, vagyis hát egy ilyen kis trikót, illetve egy alsó részt, ami ilyen alakformáló. Ezen kívül ugye a Bathroom Clutter Kitben érkezett két új villanykapcsoló, de úgy döntöttek a játékkészítői, hogy az alapjáték frissítésbe is elhelyeznek egy ilyen basic villanykapcsolót, amit tudtok használni a teleketeken. Szerintem ez nagyon izgalmas, és nagyon örülök neki, mert nem lett volna fel, hogyha az emberek csak egy villanykapcsolóért veszik meg azt a kitet. Ezen kívül backfrissítések érkeztek, meg különböző ilyen kis javítások, probléma megoldások. Ezeket nem fogok egyesével végigmenni, a linkjét a frissítésnek megtaláljátok a játékotoknak a fő menüjében, úgyhogy ott körül tudtok nézni, nincsen nagyon eldugva. Nézzük meg gyorsan, hogy hogy néznek ki ezek az újdonságok a játékban, mert mégiscsak az az igazi, hogyha vizuálisan is el tudjátok képzelni, hogy mik érkeztek. Kapásból itt van a férfi szímünknek a kis mellalatti sepphelye meg a Melbimbo körülisebb helye, ugye, hogy ezt, hogyha ezt leveszitek, akkor így néz ki, hogyha felrakjátok, akkor így néz ki. Szerintem ez egy tök király részlet, nagyon-nagyon valósághű, úgyhogy én örülök neki, hogy itt van. És nézzük meg, mik érkeztek még a Medical Variable listán. Vannak ilyen kis glükózmérők, per különböző kis tapaszok, még akár én nikotint tapasznak is el tudnám adni őket, ami azt illeti, de egyébként a vércukorszint mérőkről van szó. Van karon is, illetve itt a szívünknek a kis pocakjám. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Egyre reprezentatívabb, vagy hogy mondják azt a szót, a játék, szóval egyre inkluzívabb, és szerintem ez mindenképpen jó hír. Ezen kívül még kaptak hallókészüléket is. Leveszem a színünknek a haját, hogy tökéletesen tudjuk látni. Kaptak ugye mind a két fülbe, ez is 15 színben érkezik, úgyhogy ki tudjátok választani, hogy mi az, ami a szímetek számára a legjobban megfelelő, és a tipegőktől egészen az időskorig használható, illetve kaptunk úgy, hogy csak jobb fül vagy csak bal fül, szóval mindenre gondoltak a készítők szerintem. Ezen kívül kaptunk egy új topot már is rászűrünk egy kicsit a base game-re, hogy egy kicsit könnyebben megtaláljam. Már meg is van. Ezt a topot kaptuk újonnan a játékba. Én imádom, nagyon tetszenek a színei. Hölgy színeken és férfi szímeken is nagyon-nagyon jól néz ki. ú, uh, ezt imádom a legjobban belőle. Nagyon tetszik. Ezen kívül kaptunk egy alakformáló kis bugyit, vagy nem is tudom, ilyen alsó részt, fehér neműt, amit szintén férfi és nő szímeknek is adhatok, ha szeretnétek, egy kicsit um, szerintem túl sokat mutat, de egyébként nagyon király fehér nemű a pizsikhez, ha szeretnétek. Mást szerintem nem kaptunk. Most ezzel a frissítéssel, amit meg kéne mutatnom, create a színben, szóval gyorsan ugorjunk, és nézzük meg ezt az egy darab villanykapcsolót. És itt is van ez a szegény, új villanykapcsoló, egyedül árválkodik ebben a frissítésben, de nagyon király, én nagyon örülök neki, hogy megkaptuk az alapjátékba is a villanykapcsolót, mert elég nagy hype volt ezzel kapcsolatban a Twitteren, és én imádom használni a villanykapcsolókat abból a kis bathroom kitből. Szóval szuper, hogy itt van, használjátok egészséggel, 40 szimoleonba kerül. És szerintem ezzel meg is volnánk ezzel a frissítés videóval. Remélem tetszettek nektek ezek az újdonságok. Tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!